Európának nem szabad engednie Putyin zaklatásának, Olaf Scholz német kancellár szerint. A politikus erről Strasbourgban, az Európai Parlamentben beszélt. A kancellár szerint Ukrajna győzelme a háborúban Putyin politikájának világos elutasítását mutatná meg. Ez egy nagy lehetőség nem csak Ukrajnának, hanem Európának is, hiszen egy jólétben élő demokratikus Ukrajna Putyin imperialista, revizionalista politikájának a világos elutasítása lenne. A kancellár az unió működésének megreformálását sürgette, szerinte a külpolitikai döntéseknél meg kell szüntetni az egyhangú döntéshozatalt, ami a tagállamok vétójogának a végét jelentené. A szkeptikusoknak azt üzenem, hogy nem az egyhangú döntéshozatal, nem a 100%-os egyetértés jelenti a legnagyobb demokratikus legitimációt, épp ellenkezőleg a többségért folytatott küzdelem a szövetségek építése különbözteti meg a demokratákat. Scholz emlékeztetett arra, hogy Európa a világ népességének mindössze 5%-át adja, szerinte Brüsszelnek jobban kellene hangsúlyoznia a saját geopolitikai érdekeit a nagyhatalmakkal szemben egy új többpólusú világrendben. A jövőben Európának egy jó helyet kell majd elfoglalnia a világban, ahol nem leszünk alárendeltjei más országoknak vagy régióknak, hanem egyenlőek leszünk velük. Ehhez szerinte arra is szükség van, hogy az uniós országok közötti együttműködést megerősítsék.